Újból folytatjuk, srácok, a Potion Permitás kalandjainkat. Sotiris már majdnem 6 órát beleölt ebbe a játékba. Egyre jobban állunk az helyzet, ha már csak azt nézzük, hogy mennyi pénzre tudunk szert tenni, illetve hogy már milyen minőségűek a túljaink. Mire jöttünk még rá legutóbb? Hát elkezdtünk még jobban barátkozni, és fedezzük fel ezeket a kapcsolat szintlépős eventeket. Már azt hiszem 3 emberünk ilyen zöld fejjel rendelkezik. Van Olivia, van Reiner, és van Rue, és ahogy látom még Runehart is. Igen, ők ilyen... Oh. Cassandra is? Hát látjátok, egyre több emberrel vagyunk jóba, és akit én amúgy kinéztem magamnak, ő Rue, de Márta is elgondolkodtató, hogy így összejöjjünk vele. Sotiriszt összehozzuk Mártával, vagy Rue-val, vagy mindkettővel. Valamelyik. Jelenleg a küldetésekben ott tartunk, hogy kell szereznünk egy ilyen ajánlólevelet a Medical Association-tal, amit még nem tudom, hogy kéne csinálni, szóval ha van ötletetek, adjátok nyugodtan. HRML-e Sotirisnek? Hát lehet. És akkor a 2 ló közül a 2 közé esik. Hogy vagy, Sotiris? Kérdezik, Xiao. Látogatód van. És itt van a folyton csukott szemű Colin. Lenyűgöztük. Lenyűgöztünk mindenkit. Azt szeretnék, hogy annyi embernek segítsünk, amennyi csak lehet. Szóval készen állunk arra, hogy egy vizsgán átmenjünk. Halácska? Srácok, hihetetlen, egy pillanat. Halács, gyere ide! Ide, gyere! Ide, gyere! Most! Tadá! Gyere, Kalács! Gyere! Gyere! Be kell takarnom a macskát, mert itt lovoskodik. Lovoskodik a macska! Na, gyere, macska! Hihetetlen, hogy mindig akkor találja ki, amikor elkezdem a streamet, hogy ő most bizony elbújna. Szia, Melinda. Kalácska nem akar kotyvasztani. Ő csak el akar bújni. Na, hogyha megcsináljuk ezt a vizsgát, akkor lesz egy licenszünk, hogy még hatékonyabb lötyöket csináljunk. Még komplexebb betegségekből gyógyít majd ki az a lötyi, amit csinálunk. Ami természetesen jó lesz ennek a szeretett kisvároskának, igaz? Így van. Polin, szia Madari, szia Melinda, szevasztok srácok. Tipikus macska, amikor én elkezdek játszani, rögtön a nyakamba ugrik. vagy egy kiélezett pillanatnál úgy gondolja, hogy most neked szeretgetned kell. Igen, igen. Reggeli menni az pontosan ugyanaz volt, mint tegnap, Madari. Pirítós, vajaspirítós, felvágottal, kaliforniai paprikával és paradicsommal. Semmi extra. Nálatok? Ja. Na. Tehát akkor mehet a vizsga. Na, azt mondja, hogy chemistry test. Hogyha ez lesz a teszt, akkor ez nagyon dúl. Na, dúlva. Ja, igen, tehát kell nekünk víz. Tehát ebbe a feladatban nem tudom, mi a kihívás, srácok. Az, hogy nyomkodjam meg, és akkor lesz... Ja, hogy meg kell találni, hogy hol legyen zöld. Nagyon komoly.
ennek a minigame-nek értelmét nem látom. Tehát pont a research-os résznél van egy ilyen értelmetlen, egy értelmetlen minigame. Amit úgy értelmetlen, hogy se időre nem kell csinálni, se valami limitáció nincsen. Tehát nincsen, hogy nem lesz valami sikeres, és újra kell kezdened. Ez olyan furi. Szóval csinálnunk kell egy blue, nem tudom mit. Hát de most mindenki kopog, srácok. Miért? Ez már majdnem egy zaklatás. Még a polgi is itt van. Why hello, azt mondja nekünk. Így van, haladtunk a, igen, a közösségi dolgokkal. Ez mindenkinek remek hír. Egy percre vele kéne menni? Ajaj. Most ez bundás kenyeret? Ú, tejfölös bundás kenyér egy kis hagymával. Uff, ennem. Renta, nagyon-nagyon szépen köszönöm az 5 hónapot, az 5-ös hónapot. Mi újság? Srácok, peregjenek a szvegek. Arra gondoltak, hogy megtisztítják a földet itt errefelé. Nem néz ki most már sokkal jobban? Hát nem tudom, most a... söprögeti a Márta a földet, a másik meg virágot szed, nem tudom, hát de most szebb lett, srácok? Az helyzet, hogy én szerintem nem szebb. Utolsó munkanap. Akkor azt ki kell élvezni, Renta. Akkor ezt ki kell élvezni. Mármint, hogyha ki lehet, természetesen. Vannak még más ilyen létesítmények, amiket szeretnének rendbe tenni. Szeretné, hogy ez a város egy sokkal jobb hely legyen mindenkinek. Hát, Mayer, te vagy az emberem. Hát, azt akarod, hogy jó legyen a városodnak? Ez elképesztő. Ez elképesztő. Most nem tudom, többet tudod nézni a streameket? Hát... öröm az ürömben. Ha... üröm, természetesen. Én örülök neki, hogyha többet lesz szerint. A koszos kertet megtisztította. Az egyet, én nem látok különbséget. Nem látok különbséget. Nő a community, igen. Jó. Szóval azt mondja nekünk a játék, ha jól értem ezzel, hogy rendet raktak nálunk. Most majd mi tehetünk rendet máshol, hogy jó legyen mindenkinek. Én úgy érzem, hogy erre próbál ösztökélni minket a játszi. Fix, hogy erről van szó. Tehát Blue Blood. Ezt kell csinálnunk. Blue Blood. És ezt csak kékből, meg zöldből lehet csinálni. Jó. Hát a zöldből biztosan kell használni egy ilyet. Hát nem tudom. Egy ilyet is teszünk ide? Kék? Nem, hát ez egyértelmű, srácok. Ez egyértelmű kell, hogy legyen, mert nekünk ez kell. Még akkor is, hogyha ez most drága. Vagy csináljuk úgy, hogy kiveszünk egy ilyet. Hát, ha kell valami főzethez. Van máshol egy egyes? Végül is lehetne ilyet is használni. Aha, talán ez egy fokkal jobb, hogyha ezt használjuk el. Viszont látom, hogy mi a probléma, ez így nem lesz jó.
ez így nem lesz jó. Tehát, el kell használnom egy 4-est. Shit. Mert hogy nincs elég pötyink. Nézzétek csak, tehát hogy ott van, hogy 1-2-3-5 alkotóelemből kell megcsinálni, és amit szerettem volna, hogy spóroljunk, az 6 akkor 6 alkotóelem kellett volna. Jó. És meg is van a kék vér. Pipi. Ez ennek a játéknak a hangja olyan switchesek, nem srácok? Milyen Nintendo-s hangok vannak. Beszélnünk kell Xiaoval. Na, Xiao. Mit szólsz ez? Megcsináltuk, amit kértetek, így van. Hamarosan küld nekünk ezzel kapcsolatban egy üzenetet. Itt van Colin. Sekrestés. Hát a titkár uraság Xiao. Nem, sekrestés a neve, azt mondja. Nestor szeretné látni az eredményeinket. Azt mondta nekünk a Nestor, hogy nagyon, ezek nagyon jó hírek, igen. Ali, épp én is ezt tudom, neked mennyire tetszik. Jóféle, jóféle, csak az a helyzet, hogy arra kellett rájönnöm, így a második stream után, ez már a harmadik, hogy nekem a Stardew iszonyatosan sokat adott, és nehéz úgy gondolni erre a játékra, hogy ebben nincs sok content. Mert amúgy nincs sok content egy Stardewhoz képest, de valahonnan ezeknek is el kell indulniuk. Ez pont ugyanolyan érzés, mint amikor játszok a WoW-val, aztán kipróbálok egy MMO-t, amit éppen most láncsolnak. És nem volt korábban a Koreában, meg Oroszországban, mint ugye a Lost Ark. Szóval ja, valahonnan el kell indulniuk. De amúgy tetszik, abszolút meg vagyok vele elégedve. Szia, Dát Vidor, szevasztok, skacok! Van ilyen MMO? Mármint, hogy milyen MMO? Van új launchos MMO, hát miért a New World az milyen volt? A legtöbb MMO az olyan, hogy a világon egyszerre indul el mindenhol. Bla bla blö blö. Átmentünk a teszten, az a lényeg, gratulálnak. Úgyhogy megkapjuk a licensztet. Ez lesz az? Ez lesz az, ami kell nekünk? Vagy ez valami más? Azt mondja Colin, hogy el kell érniük a Dokival a vonatot. De azért idejött a Doki és gratulált nekünk, hogy ügyesek voltunk. Na, hát új potion receptek érhetők most már el, de akkor ez nem az ajánlólevél. Nem tudom majd, hogy az ajánlólevéllel hogy lehet haladni. Ha a tusit kell leszállítani. Na de milyen Doki, milyen vonat, gondolom mennek a visszajövőbe. Ezeket végig kell zongorázni, srácok, minden nap ugyanazt mondják az emberek. Jaj.
Spotify reklám elég vicces. Melyik volt, szakítás vagy barátnős? Valamint, hogy szakításos vagy iskola utáni? Bár mondjuk, hogyha, ahogy látom, pont most megy a pont most ment a hirdetés. Szakításos? Aha. Nyomjuk a melót. Na nézzük. Minigame. A végén hibáztam párszor, de sikerült megcsinálni. És akkor ezért jár 125 pénz. És a fejlesztő, a postás nagyon... Hát én szerintem örül annak, hogy segítünk a munkájába. És sok mindent bedobozoltunk. Szüksége van ilyen keményen dolgozókra, mint mi. És kaptunk ilyen ajándékot, amit odaadhatunk majd embereknek, hogy nagyon javuljon a kapcsolatunk. Tényleg a kutyussal mi újság? Én nem tudom. Na gyere csak, kutyus. Kutya! Meg kell simogatni a kutyát, adni kell neki kaját. Én nem tudom, melyiket próbáltuk. Igen. Például a milkshake-et nem próbáltuk a kutyával. Na, hát ez például undorító volt szerintem. Runhártnak adjunk egy giftet. Jó. Opálhárt. Neki nem adunk már giftet. El kell lenni még dolgozni a rendőrségre. Nem tudtam interaktálni a kutyussal. És csak úgy lehet egyébként, hogyha fütyülünk neki, és amikor odajött, akkor meg nem, tehát hogy így... Nem tudtam rányomni. Jó, a kovácsékhoz még pont be tudunk térni, bár hát ugye pont elhagyták a melót, de a shopjuk működik. Kapacitása a Cauldronnak. Aha, HP növelés. Szia, Nicika! Na nézzük, hogy ez mit csinál. Mit változtat az üstünkön? Azt mondja, hogy még több materiált tudunk most már használni. Akkor gondolom az 5 helyet már 6-ot is bele tudunk tenni. Jó, nyomunk egy fast travel-t. És most már látjátok, hogy egy csomó helyre tudunk menni. Úgyhogy én először ide megyek. Tök király, hogy már az összes eszközön fel van fejlesztve. Copper Nugata. Nem hangos amúgy a játék? Ne vegyem el egy kicsit a hangját. Amikor így ütöm a dolgokat, akkor olyan hangosnak tűnik nekem. Nálad jó? Hát akkor most már rossz lesz! Itt vannak ezek az ellenfelek, aki esetleg lemaradt volna a legutóbbi streamről. Annak mondom, hogy már megjelentek olyan enemik, amiknél először le kell ütni a pajzsát.
Igen, ehhez majd fejlesztenünk kell a... az eszközünkön. Konyac. De ahhoz, hogy tudjunk fejleszteni az eszközeinken, ahhoz fejleszteni kéne a blacksmith-t. Amit még nem tudom, hogy hogy lehet. Illetve továbbra se tudom, hogy hogyan szerzünk ajánlólevelet. Te is ilyen lendülettel szoktál gazolni? Ez a maci kétszer tud charge-olni. Ahogy látom, ő csak egyszer csinálta most. Meg ott találtam csak benne, amikor a cutscene és a karakter mozgatás is ment egyszerre, és nem engedett tovább a beszélgető. Nekem szerencsére még nem nagyon volt bug ebbe a játékba, ha jól emlékszem. Na, itt a vége, úgyhogy vissza kell teleportálnunk, és a másik irányba megyünk. Szóval szerencsére nálam nem bug volt a játék. Aminek örülök, mert írtátok, hogy nálatok voltak bajok bőven. Ezek a játékok illenek hozzá, nem maszkolom. Hát... Ebben igazad van, Petya. Ebben igazad van. Úgyhogy... Hát igen. Ki kellett próbálni, na? Hogy milyen? Warrior of Honor, köszi szépen a támogatásodat, immáron másfél éve. Srácok, eregjenek a szvegek. Érdekes a játszi? Hát az. Abszolút. Jóféle, jóféle. Neked tetszett, ahogy szkornoztam is, tag, azt mondod? Na, neked majd privátba végigjátszom. Na nézzek, Maci Laci megcsapkodott. Ne szívass már, elfogyott az energia. A rendőrség meg pont bezárt. Na mindegy, akkor ez egy ilyen nap volt. Ez egy ilyen nap volt, elszúrtuk az időt. A püpüp, vasárnap jönnek a betegek! Ez mi? Ja? Már megint. Srácok, folyamatos zaklatásoknak vagyunk kitéve. Kalapács brutális damot nyomja. És ugye az a legjobb a... Shieldesen nem mik ellen, szóval nyomom a kalapácsolásokat. Akkor én mit akarsz? Nestor nagyon boldog, minden, amit elértünk. Moria is ugyanezt érzi. A bányáival együtt. Hát nem, ez egy csoda, nem? Sose gondolta volna. Jó, igen. Colin, mit csinált ott a fülemnél ilyen közel hozzám? Nestor akar nekünk adni egy levelet. Az ajánló levél, hát... Na, srácok! Ez kellett ahhoz, hogy legyen ajánló levelünk. Tök jó. Most a népszerelmeset persze, hogy jönnek. Zaklatnak. Ezek zaklatások. Ja, mondjuk nem Moira bányái vannak, hanem Moria. Ez hülyeséget mondtam. Na, tehát megvan az ajánló levél, úgyhogy most már ezzel is tudunk haladni. El se hiszem. Ezt oda kell adni a Mayernek. Szegény lepukkant klinikánk. Na mit tudsz, te négyes derék? Ez a jobb tenyere fáj?
És a bal tenyere is fáj, meg a jobb térde, ugye, srácok? Nem, ez a bokája. Ankle, boka, oké. Okay. Basic serum. Oké, okay, már. Bal, jobb, bal. Bal, jobb, bal. Jobb, jobb, föl. Le, fel, jobb. Ez azért mennyivel kreatívabb minigame, nem? Peppers ointment kell. Megy a diagnózis. Jó, ez kemény lesz. Ilyen chill muzsika megy. Mehetne valami izé. Iszonyatos gyorsaságú nóta is. Valami lelkesítő. Ez alatt a minigém alatt. Jó. Na hát ezt oda is adhatjuk neki. Mert még egy diagnózis. Fel, jobb, bal. Fel, bal, bal. És a végére le, jobb, jobb. Yes. Közeledünk a boldogsághoz. Napcseppek kellenek neki, és peppers ointment. Jól van. Na nézzük, hogy tudunk-e ilyet csinálni. Bízom benne, hogy tudunk, mert mindig is gyűjtögetünk mindent. Sundrops. Na látjátok, most már 6 férőhelyes az üstünk. Játszottál vala ilyen memóriajátékot? Így amúgy nem. Nem, nem. Hát én erre gondoltam. Gondolok még erre is. És a hosszú zöldre is gondolok. Esik. Négy szín vagy irány. És mindig egyet többet kell megjegyezni. Ja, ilyen rémlik nekem, de nem nagyon játszottam konkrétan ilyen játékkal. Megvannak a napcseppek. Úristen. Hát ez például biztos kell ide. És ha jól látom, kell nekünk egy olyan is, ami ilyen. Aztán jöhet olyan is, ami ilyen. És ezt menőn kéne megoldani. A zöld az mennyi? Jó, hát akkor ezt szerintem menőn oldattuk meg, srácok. Az ember átlagosan 7-től 10-ig szekvencián, 7-10 szekvencián tud megjegyezni, utána kezd izgalmassá válni. Uh-huh. Mármint, hogy elszúrja. Kész. Ja, amúgy jók ezek a memória játékok. Na, srácok, meggyógyítjuk a betegünket. Nézzetek csak. Oda is, jobb tenyerére is kap egy ilyet. Jobb bokájára is. És kész. Kikúrálva, elégedett. Visszatér az erő a hátába. Jól van. Megcsináltuk ezt. Ajánló levél.
Az ajánló levéllel kéne foglalkoznunk. De mivel reggel van, ezért belefér az, hogy kicsit kasszáljunk. Ugye ennél az enemynél az a trükk, hogy miután megölted, közel legyél hozzá és üss még egyet a sarlóval. Ez muszáj egyébként, hogy minden nap eljöjjünk. Hát, hogyha nem jövünk el minden nap farmolni, akkor így... Akkor így nem lesz progress, legalábbis olyan progress, mint amit most csinálok. Így legalábbis így a streamben. És talán egy kis farmolás progresszel vegyítve az még ilyen tűrhető dolog. Ki emlékszik, melyik napokon nincsen fürdő? A Polgihoz most például nem tudunk elmenni, mert vasárnap van, ezt már megjegyeztem. És vasárnap nincs nyitva a polgármesteri hivatal. Jenőhöz nem lehet bemenni. Majd meg kell simizni, meg addig kell neki kaját. Ne. Miért nem támad kétszer a maci? De fura. De a maci eddig kétszer támad. Lefele nem lehet csapni. Azt hittem, hogy nem lehet lefele csapni. A gyerek útja. Simi. Tehát azt megtanultuk, hogy a milkshake az nem jó neki. Eddig még nem találtunk olyan kaját a kutyusnak, amire azt mondta, na ez 10/10. Sajnos. Tök, hogy nem telik az idő, amikor így nyomjuk a gyors utazást. Az ajánló levél kell egyébként ahhoz, hogy tovább tudjunk itt haladni ezen a kinti részen. Na, hát ezt jól elszúrtam. Igen, de ez is hús volt, amit adtam neki, és nem mondta rá a kutya azt, hogy na ez most különösen jó. Egy, kettő. Aha. Lehet, hogy csak egyet kéne a szarvasbogára ráütni? De kaptunk ajánlólevelet. Kaptunk ajánlólevelet, csak azt most nem tudom elvinni, mert ugye... Vasárnap van. Tehát azt a küldit már meg tudjuk csinálni. Csak még ahhoz kell egy nap. Jó. Süt. Jó. Tehát fűszerezel kétszer elsőtel szereti a húst, a fatányéron tálalva a friss salátával. Kutyákok szeretik a salátát. Vagy te szereted úgy szemáz. Aha, na most kifáradtunk. És ugye megnézzük, hogy a... hogy bírja, hogy... Tehát, hogy bírja? Mikor nyit a fürdőház? Azt mondja, hogy... Thursday. Csütörtök. A professzionális angolul beszélő vagyok. Adtunk neki ajándékot. Ő vele nem lehet beszélni, vagy most mi van?
kutyát, család a Jézus, az most. Hoppá. Nem akartam neki még többet adni ebből. Amivel teljesen ki van merülve a karakterünk, ezért 2 óra fürdözés, az teljes mértékben belefér. Jó. Oda nézzetek, hát ezért még achievement is jár. Nézzük csak. Azt mondja achievement. 10-szer. 10-szer használjuk a fürdőzést. Ezt most jól elszúrtuk, srácok. Igen, ott pedig lekasszáltunk mindent. Kibalondolom a trollokat, mert nem érdemelnek energiát arra, hogy foglalkozzunk velük. Szevasz, szevasz, Connor, hello, 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 hello. Aha, úgy néz ki, hogy a szarvasbogánál az együttés futás a menő. Ezért is kár foglalkozni a dologgal, srácok. Üzenetek azért vannak törölve, mert kell, hogy törölve legyenek. Nagy pirosba. Még el kell mennünk a rendőrségre, mert akarok melózni. Bár lehet inkább barátkozni kéne az emberekkel. Amúgy melózni 125 ér. El kell engedni a melózást. 2 óra melózás, ahelyett, hogy barátkozzak másokkal. 2 óra melózás, úgyhogy alig kapok pénzt érte. Ez a legrosszabb. Te is ezért nem dolgozol is, tag? Hát figyelj. Na, hova kell mennünk? Oda. Kocsma ott van, jó. Jó, utolsó pillanatban is el tudunk menni melózni. Tehát először a kocsma. Biztos, hogy rendben vagy? Kérdezi Márta. Már túlságosan sokat ittál, mondta Oliviának. Olivia? Oda spriccelt a kocsma falára. Rendben vagyok, azt mondta. Nem kéne olyan sokat innod. Morcos arc. Elviszlek a kecódig. Nem kell ezt enned. Jó. Igen. Igen. Tehát, hogy
Azt mondta Olivia, hogy de hát dolgozol. Nem kéne munkaidőbe ilyet csinálnod. Aggódik ért a Oliviáért Márta. Azt mondta, hogy soha többé nem fog inni. Ha, mindenki ezt mondja. Mindenki ezt mondja. Na, Reiner. Egy kis boldogság Reinerrel. Hát most üres lesz a kocsma. Azt mondja, hogy Jorn. Fürdőszoba építés. Eddig nem volt Connor. Románcolató leánó. Ide jöttek blokkolni. Nem, a kert végében a harmadba fürödtünk. Gyűjtöttétek az esővízet, mi? Földszinti fürdőszoba épül. Hoppácska. Ez egy plusz egy fürdőszoba lesz? Vagy feleszújítva az eddigi? Nem Oszmánnal akartam beszélni, de mindegy. Nem válaszol szegény Skazinak senki, így mondom, hogy nézd meg azt a vodot, amikor arról beszélek, hogy miért nem lesz többet Siege, és egyébként megjavaslom neked a menetrendet. Mit szólsz? Az a neve, hogy ezért hagyom abba a Rainbow Six Siege-en. Na, válogatás. Hoppá. Nézek és mellé tettem. $125. Szia, First ragadozó. Nehéz keresni a mai világban. Nem olyan bonyolult. Nem olyan bonyolult. De sokkal kényelmesebb. Módszerek is vannak, nyilván. Felújítás igazából a ház földszintjének felújítása pörög több mint egy éve. Ó! Jó kis felújítása, kitartást hozzá minden esetre. Én rendre bizonyítom, hogy jól összerakta vele kapcsolatos infókat. Hát, amit még jobban össze kéne rakni, az, hogy a nyereményjátékokkal kapcsolatos dolgok. Ezt még jobban meg kell csinálni. Úristen, fáj a bal térdem és a jobb szemem. Mondjuk tegnap a tracklista a kérdés megakasztott. Fú, arra nem tudom, csináltam valamit? Én nem tudom, csináltam arra valamit. Most ez elgondolkodtatott, Connor. Biztos mutogattam. Biztos mutogattam, nem? Cerulean, Scrub és Baltérd. Jaj.
jobb. Föl, föl, föl. Ez. Az ilyen hosszú, amikor ilyen playlisteket rakok be, az ebédzenét azt nehéz megtalálni szerintem, mert az úgy működik, hogy egy ilyen hosszú mix, és hogyha megvan timestampelve, hogy éppen mi szól, akkor ki tudja szedni a LastFM-es bővítmény a mixből, hogy mi az, ami éppen szól. Hogyha nincs meg timestampelve, akkor esélytelen a dolog. Tehát napcseppek és scrub. És el kell menni a polgihoz. Ezt tudjuk receptből csinálni? Nem, még kétszer le kell craftolnunk. Ó, ez, tehát ebből csak egy van. Jöhet ez. Én úgy gondolom, hogy ez még egy olcsóbb megoldás, amit most csinálunk. Ezek régi alapanyagok. Szevasz, Marci fiú, szevasztok, srácok, jó szórakozást! Békés abban a mentőállomást fel lehet majd? Hát remélem. Remélem, nagyon logikus lenne. Tehát ez csak kék és zöld használatú. Hát abból meg nincs semmi. Jó, jó. Hát akkor használjuk a zöldet. Jó. Hát sikerült végül is. Akkor lesz majd szívás, amikor az első betegünket nem tudjuk kigyógyítani. Akkor nagy szívás lesz, srácok. Egyelőre még mindenkit ki tudunk gyógyítani, mert nagyon lelkesen szedem a dolgokat. Hello Márta. Mártát megkúráljuk. Kikúráljuk. Aha, tehát meggyógyítottuk a jobb szemét, és ettől nagyon-nagyon-nagyon boldog lett. Jön a hálapénz, jön a hálapénz is. Na, azt mondja, hogy 488 a hálapénz, és még kaptunk egy zacskó jóságot is, és egy achievementet is. Na nézzük, az achievement pedig, hogy gyógyítsunk ki 10 emberkét. Mivel a polgi még nincs nyitva, a polgármesteri hivatal nincs nyitva, ezért elindulunk nyersanyagot gyűjtögetni. Srácok, mondtam nektek, hogy tegnap este végül megvettem a Modern Warfare 2-t? Mert hogyha nem mondtam, akkor most mondom. És képzeljétek el, hogy pár hete elkezdtem eladogatni a cségos skinjeimet, amiket biztosan nem használnék. Egy csomó statrakos fegyverskint, amit szeretek, azt így meghagytam.
De még mindig lenne mit bőven válogatni. És hát egy ilyen 100 euró összejött a skinekből meg a ládákból. Nagyon durva. Úgyhogy érdemes ránéznetek a Steam-es inventoritokra, mert lehet, hogy egy-két láda értéket felment az évek alatt. Azt tudtok belőle venni majd a kódot. A legtöbbet egyébként a ládák érték. Az a baj, enyém üres. Te már korábban eladtad? Biztos fillérekért. Jó, amúgy tegnap láttam egy review-t egy játéknál, meg nem mondom melyiknél. És nekem nagyon-nagyon megtetszett, nagyon megfogott. Így most látom, hogy mármint látom, hogy írtad Zakik, hogy pay to win. Easy to learn, pay to master. Nagyon csípős, velős értékelés. Nagyon-nagyon tetszett. 86 percnyiség oda, hát az nem sok. Az nem sok. Mindig egyben eladtam, amit kaptam. Ja, hát igen, az... Hát igen. A szívás is tudom. Ahelyett, hogy a H49... Ja, hogy a 49... Mi? A 4090-hez Modern Warfare 2-t adnak? Én meg itt megveszem. Hát ez jó gáz, srácok. Neked 1000 órád van? Na jól van, Istog. Na jól van. Istognak ekkora, na nekem mekkora? Hol lehet ezt megnézni? Mutasd mekkora. Barátok meg... Kit érdekelnek a barátok? Stream profil megnézése. Na. Tehát... Játékok. És azt mutasd, hogy mekkora. 460 óra. De van 3 accountom is, csak mondom. Anna a 2070 Super mellé volt Modern Warfare. Wow. Azt mondja, adja 9 gombát, ad egy alma zsúszt. És mennyi gombánk van amúgy? Hogy tudunk annyit adni. Látszódik, hogy mekkora az inventorim. Azt mondja, where to find... Aha, igen. Nem is látok ilyet, hogy inventory. Az lehetséges. Lol. Jó, és akkor így honnan tudom, hogy miből mennyi van. Bravo játék. Bugleg. Na, hát olyat szerintem amúgy adhatunk. Én ezeket elfogadom. Nekem lolba volt, vagy 3000. Képet vagy, meg sem történt. A polgival beszélünk. Aha, és adunk neki ajándékot is, mert ennyire rendesek vagyunk, srácok. Nem tudok képet küldeni, mert bannoltak. Ja, mert nyomtad a izét. Mondtad nekik, hogy játszatok inkább Minecraftot. Akarsz beszélni a kitűződről, a kitüntetésedről? Na, menjünk együtt az irodámba. Neked az aknak erősebb volt 3001. Bezzek, ha lenne még X-Fire, akkor meg lehetne nézni, hogy miben mennyit öltünk. Ez az első ajánló levelünk. Igen, Nestor aláírását látja. Rendben van, örül és szívesen fejleszti a jelvényünket. És ezzel a jelvényen már távolabb is mehetünk. Olyan materiálokra tehetünk szert, amikre eddig még sosem. Ja, nekem is valami 100 pár nap volt a main accountommal. Approval badge 2. Na, srácok, hogyha esetleg vágjátok a játékot, mekkora lehet a badge-em?
hány badge szint van itt a játékban. Jó. Kizárom egész 4 cm. Ez a... Az, hogy mekkora? Nekem 30 cm a vonalazom. És most nincs küldetésünk. És most nincs küldetésünk. De lehet távolabbra menni. Farmhouse cleaning. Mit csinál ez a küldetés? Na várjunk, elmegyünk a... Igen, beszélünk vele, hello, hello, blabla, höhö, meg ilyenek. Tényleg kutyus, gizsgugya, nagyon jó. Kutyus egyél is, kapsz mézet. Azt hittem bebágolt egy pillanatra a nézet. Elmegyünk a kocsmába. Spriccel a karakterünk? Hol van Márta? Gizsgugya, hol van Márta? Kell 32 GB DDR4, vagy elég a 16? Attól függ, hogy mire használod a PC-t. Játékra? Szerintem nem. De nem. Ha mondjuk attól függ. Tehát, hogyha böngészgetsz közben, meg streameket is nézel, akkor érdemes a 32 giga, meg fut pár dolog még a háttérben, akkor érdemes. De ha tényleg csak, ha játszol, és akkor csak játszol, és nagyon más nem fut a háttérben, max beszélgetsz Discordon, akkor ahhoz elég szerintem a 16 giga per pill. Akkor kell? Hát, hogyha engem nézel közben, akkor na, hogy kell. Kakát kell gyűjteni. Hát ez elképesztő, srácok. Még 2 kaka kell. Az a gond, hogyha még a következő években Windows 11-re akartok váltani, akkor az már sokkal több RAM-ot eszik meg, és hát nyilván egy csomó megy a lapozó fájlokba is, szóval... Ja. Akkor nem megy annyi a lapozó fájlba. Nekem azért elég a 16 GB, én azért nem bővítettem a gamergépet, mert amikor én játszok, akkor... Hát ezen csak a játék megy, tehát hogy nincs semmi böngésző, meg ilyenek, úgyhogy ez így még elég, de szerintem kevés lesz a Windows 11-el majd. Most jobbra kell majd elmennünk. Illetve még több emberrel kéne beszélgetnünk. Egy gép esetén játék, meg mit tudom én, mi mellett a 16 giga, az tényleg kevés. Nehéz amúgy azt elképzelnem, így 2022-ben, hogy vannak olyan játékosok, akik tényleg csak is kizárólag játszanak, és nem megy semmi sem a háttérbe a gépen. Pedig biztos vannak amúgy ilyenek, de szerintem ők vannak
kisebbségbe, legalábbis az elképzelésem szerint. Mert hát most már mindenki meg akarja osztani a másikkal az élményt, beszélgetni másokkal, Discordon ilyenek. Közben hallgat valamit. Hát attól függ. Tehát, hogy 32 GB időtálló megoldás, igen. Bár most, hogy így a DDR5, majd a DDR4 vége fele vagyunk. Kérdés, mennyire vége fele. Nem biztos, hogy a DDR4-ből érdemes már így bővülni, vagy mi. De nem vagyok szakértő nyilván. Este 60. És szerintem nyersanyag. Nyersanyag kell nekünk. Mi volt ez az emóta? Belepisélt a vízbe? Nem, elfáradt. Elfáradt a karakterünk. Ki lazított egy kicsit. Azt, amilyen range-e volt ennek az axe-nak. Nagyon jó, nagyon jó. Milyen karmai voltak? Ja, ez egy ilyen medve. Nem tudom, mire lesz még energiánk, de lehet, hogy már nem erre kéne útolgatni. Aj, elfelejtettem, hogy csak egyet szabad ráütni. Nagyon jó. Az hogy talált el a szemét, te srácok? Oké, ahogy látom, még van egy csomó energiája a karakternek. Igen, amúgy az a kis páncélos izé az olyan, mint az Armadillo a Pokémonban. Double kill. Zsír. Mi az Alzánál vannak kuponok, Taki? Milyen kuponok vannak az Alzánál? Egy csapás oda. És erre is eljövünk, mert ezek nagyon ritka növények. GVH-s az a kupon. Ja, az is jó.
pár ezer forint. Jutalompont, ami bónusz. És lehet kiváltani az első 5000-es meg 15000-es kuponkodot. Hoppá, az amúgy elég király. Daki, tök jó. Tök jó. Szia, kizumizó. Tiri, tűrű, Tuesday, ugye azt mondtuk, hogy akkor van fürdő, csütörtökönként nincsen. Hát most nem történik semmi, úgyhogy rögtön el is megyünk Grind Fesztiválra. A Grind Fesztivál pedig erre megy. Nem büntették az alzát, mert havonta két alkalommal van Black Friday náluk. Gyere, gyere! Az mi volt? De hát neki ment a fának, nem? Vagy most hallucináltam? Olyan, mint hogyha leütötte volna az armadillóról a páncélt. Az lehetséges, az létezik? Bőlén le tudja ütni másról a páncélt. Ha. Na, jó csillelést, Kizu. Jó étvágyat. Ugye most úgy lesz progress, hogyha az ajánló levélen szerzett újabb badge-el megindulunk felfelé, akkor megjavítják nekünk a rangerök a felvonót, ha jól értettem, ha jól emlékszem. Sokkal, de sokkal több kavicsot szedek össze. A szemét nekenedet? Jó, villáskulcs? Van valahol villáskulcs, Honor? 2300 pénz. Szia, Ketlandia! Emlékszel a legutóbbi alkalomra, amikor megjavítottuk ezt a masinát? Tavaly volt, azt hiszem. Akkor biztos a gonosz régi alkemista okozott ilyen problémákat. Hú, ez a kemista. Most már megvan az engedélyünk. Próbálnak rájönni arra, hogy mi történhetett ezzel a masinával. De valószínűleg a szélsőséges időjárás ezen a hideg placon okozhatta azt, hogy tönkrement. Már legalább 6-szor megjavították, és folyamatosan tönkre megy. Így gondolkodik a karakterünk. Le kéne cserélni a kerekeket, azt mondják. Úristen, felgyulladt a lámpa a karakterünk fejében. Opalheart segítene nekünk ebben a dologban? Megpróbálhatják. Jó. Jó. Újra kéne tervezni a kereket. És valószínűleg nekem kell beszélnem Opalheart-tal, hogy figyelj már, csináld már meg. Ja, oké. Okay. Hát akkor ez le is lesz most fotózva gyorsan. Tehát nem telik az idő, ennek örülök. Na, mi kell nekünk? Megvan a fa, megvan a kavics, lassan meg lesz a pénz is, és kell metal cogs. Jó. Metal cogs. Jó. Akkor elfárasztjuk a karaktert.
ne erre menjünk már megint. És menjünk másik irányba. Na és eltalált a szemétre. Felvillanó villanykört, egy instant ötlet vagy heuréka momentum. Ja, nekem tetszik, hogy ilyen. Tehát a karakterünk nem beszél, csak emotokat mutatnak. És remélem, hogy addig nem tudjuk megjavítani a felvonót, ameddig nem fejlesztjük a kovácsvű helyet mondjuk. Ha, noob bölény. Na, ki grindolva. Bekaptuk itt indokolatlanul a sebzéseken. Jó, és akkor most vissza tudunk menni fürdőzni. És beszélni kell majd az Opál Hártal a Kovács műhelynél. Közben, ha már itt vagyunk, akkor dumálunk Kasszandrával. Meg Oliviával. Ő mit akar? Semmit. Secret Lab Titan XL 2020-at használok. Az eszközöknél egyébként ott van. Nagyon kényelmes egyébként. Mármint ahhoz képest, hogy eddig milyeneket használtam, az a biztos, hogy van ennél a kényelmesebb szék, de ami miatt ezt választottam, és amiben ti beleszálltatok annó, az abszolút összejött, nem fáj a hátam. És ez volt a szempont. Ne fájjon a hátam, mert eddig fájt, most már nem fáj. Hoppá. Majd ha lesz új széket, akkor a régire mehetne a sorsolás. A telipukizott székre. Hoppá! Broken Cogs. Szia, ez olyasmi játék, mint a Stardew? Aha, igen, olyasmi. Csak itt a fő hangsúly a potig gyártásán van. De feelingre hasonló egyébként, Kriszti. Potig gyártása, emberek meggyógyítása, virágszedés, emberekkel való interaktálás, kapcsolatjavítás, ajándékozások, események, részmunkaidővállalás, románcok másokkal, akár nőkkel, akár férfiakkal. Ja. Dereket ki van a mostanitól? Hát, remélem, hogy sikerült találni olyat kizu, ami megfelelő. Így van, meg fogok javítani a kábeles kocsit. Runehead pedig azt kérdezi, hogy nem ebbe segíthetünk már jó pár alkalommal korábban? A legjobb anyagaikat használták mindig. Talán a probléma máshol van, mondja a Opál Hárt. Hiszek abban, hogy a termékeink a legjobbak. Nincs értelme megcsinálni azt ugyanúgy újra meg újra.
Talán rossz a távrajz, amit használnak. Ezt a kábelkocsit még a fővárosi emberek építették hosszú idővel ezelőtt. Jó. 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 Hát kerestünk el egy másik távrajzot. A farm fiú, aki custom mi az wheelchair tolószéket csinált az apjának. Ő talán tud segíteni. Lüke, igen, Lüke fog segíteni nekünk a tervrajzban. Lüke ugye csinált az apjának ilyen egyedi tolószéket. Úgyhogy megkaptuk most a korábbi tervrajzot, ami kell a kábelkocsi kerekéhez, és hát ha át tudja alakítani nekünk Lüke. Progress, progress. Ronhártnak adunk egy ajándékot. Bám, ott is van. Jó. Na, milyen sikerélményed van? Szemez. Adunk mézet. Abban van a legtöbb. Ketlandia, köszi szépen, hogy bekukkantottál. Egészségedre. És kitartás, szia-szia. Lüke a farm fiú. Kutya, keresd csak meg Lükét. Bocs, ez Fatfinger volt. Nagyon futunk, srácok. Azt mondja, hogy Lüke. Lüke itt van bent. Lüke, szevasz! Tökéletes. Oda tudtuk neki adni. Ő is elhívott minket egy zugba. Nem hiszi, hogy ez a tervrajz jó lenne a kábelkocsihoz. Nem gépész, úgyhogy ebben annyira nem biztos, hogy tud segíteni. Na de majd az apja! Majd az apja. Igen, elmondta, hogy mit akarnak. És ő meg Gerett, az apja Lükének elismeri, hogy micsoda a reputációt építettünk magunknak. Azt mondja, hogy nem mechanikus, nem is tudom, hogy ennek mi a jó megfelelője, de hogy Lüke nem mechanikus, szóval ő nem akar ebbe belefolyni, de az apja mondja neki, hogy hát nézd milyen tolószéket csináltál, ezt te tervezted. Azt akarod elmondani nekem, hogy egész végig valami szemeten csücsült? Létrehoztam pár sablont, amit használni fognak a kollégák, és mindegyik működik minden esetben. Tök jó. GG. Szemez. Na, lelkesítő szöveg. Csináld meg, Lüken. Meg kell mutatni Mumbari lakosainak, ahogy a farmer fia mikre képes. Szóval belement, és agyal az új dizájnon.
Sajnálom, hogy megvárakoztatott. Bizakodó ezzel az új tervrajzzal kapcsolatban. És bízik abban, hogy reméli azt, hogy Opalheart meg fogja érteni. Hogyha nehéz értelmezni, akkor jöjjek vissza hozzá. Tehát, mehet Opalheart. Mehetünk Opalhearthoz. Talán még belefér. De azért szólunk kutyának, hogy kutya! Kutya, keresd meg nekünk Opalheartot. Mert lehet, hogy még nem melózik. Mármint, hogy lehet, hogy már nem melózik. De úgy néz ki, hogy igen. Az új tervrajz? Na nézzük meg. Jónak tűnik, azt mondjam. De kellenek hozzá alapanyagok, hogy meg tudja csinálni. Megértetted? Hát én persze, hogy megértettem. Na, most fogja elmondani, hogy mire van szüksége. Nem mondtál. Azt mondta, jöjjek vissza, hogyha megvan minden. Azt mondja, 10 copper nugát, 10 silver nugát, de hát ez megvan. De várj, most akkor hova kell menni? Kutya! Kutya, hol van az Opalheart? Kért tőlünk Opalheart dolgokat, de hát az a helyzet, hogy mi azzal meg vagyunk, mert hatalmas grindolók, farmulók vagyunk. Szia Opalheart, szia, hello! Itt van minden. Szia Coolers, hello! Jóság! Let's do this! Bring, 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 bring! Kész. Megcsinálta az új kereket a kábelkocsihoz. Hogyha ez a jó dizájn, akkor remélem, hogy ez az utolsó alkalom, hogy megcsinálja ezt a kereket. Karakterünk pedig... Ja, nem. Opalheart azt mondta, hogy újak keresztezve. Na, meg kell csítni itt a kocsmás arcokat. Ja, nem ülünk le. Pucson meló nap, aztán vége. A hétre? Vagy örökre? Na tessék, Mártával is alakul a románc. Jó. Meg kell néznünk, hogy hol van Rue. Kutya! Hol van Rue? Ja, mert egy NPC-t kell nyomni. Rue! Utasd, hol van Rue? Csak a hétre? Ez ilyen coolers. És mi lesz a terv már, amit csapatsz? Cica! Cica! Miau! Javítani kell a kapcsolatunkat a cicával. Aha. Apa és lánya együtt teázgatnak. Na hát a Polgival már maxos a kapcsolat. És Rúval? Rúval még nem. Uah, hogy megtolta. Jól van. Mi a feladatunk egyébként most? Hát gondolom, megcsináltuk ezeket a kerekeket, és most el kell majd vinnünk a rangeröknek, de nem tudom, hogy ezt most miért nem jelzi. Légtél? Na, nyomod, Coolers. Menjünk amúgy felfele, nézzük meg, hogy mi a helyzet arra felé. Mivel erre már jártunk ma, ezért nincs már itt elemi. Azt hittem, hogy visszateremtek a növények. Tudjátok, mi a gond? Pénzünk nem lesz rá, úgyhogy... ez kár is nézni.
hogy 3000 pénz kell. Tehát egy ütés. Szétvertük az armorját. Cianózi. Hát ez gyönyörű volt ez a csapkodás. Ajajajajajajaj, de csúnya volt. Igen. Úbiai voltam. Egy csapás és utána menek. Oh. Csak kis területen tud charge-olni a Scarabeus. Na, ez double kill lett, tök jó. Virág. Tudjátok mi a gond? Nem lesz idő melózni, hogyha nem indulok el most. Bár lehet, hogy már így sem, de meg kell próbálni. Á! Még éppen sikerült? Utolsó pillanatba értünk akkor, beskacok. Az helyzet, hogy nem megérős egyébként szerintem 2 órát már erre áldozni. Tizennyolc másodperc majdnem. Százhuszonöt. 2 óra 125. Ugye ez idő alatt lehetne farmolni nyersanyagokat. Aminek lehet, hogy több értelme van. Na, eltesszük magunkat mára. Szerda. Nagyon eredményesek amúgy a napjaink. Kár, hogy most nem jött senki, akit meg lehetne gyógyítani. Sajnálom egy kicsit, srácok, mert hogy így... Nem tudom, hogy szedünk össze 600 pénzt így a mai nap. Úgy tudunk a leggyorsabban pénzt szerezni, hogyha megyünk melózni, vagy hogyha kigyógyítunk valakit a betegségéből. Itt most mindent is csinálhatunk egyszerre. Ezek az új növények mindenféleképpen kellenek. Ritkaságok. Még akkor is, hogyha sok energiába kerül kiszedni.
valaki agresszív, és először ütte, aztán kérdez, az kinyújításra levágjuk a karján. Ez ilyen nagyon filozófiai kérdés. Értek? Még nem múlt el dél, hogy ilyeneken elmélkedjünk. Nagyon jó. Hoppa. Visszajössz DM-ben megkérdezni? Köszi. Szevasz, Lord Féri, mi újság? Nagyon jó. Hatalmas progresszerések vannak most itt a Ocean Permitben. Ezerötszáz kavics. Nagyjából egy 200-as szedtünk össze egy nap alatt. Kétszáz kavics és 150 fa. Oha. Ó, triple kill! Bölény az lejött ide, konkrétan. Hú, te bölény. Na, mehetünk vissza. Na, jó étvágyat szemez meg, jó étvágyat mindenkinek. Aki kajál vagy kajálni tervez. Ha nem lenne elég megjelenés, már elindult a The First Descendant Steam Beta, úgyhogy azt csekkoltam le, érdekes így elsőre. Én néztem ma reggel, és nem láttam, hogy lehetne hozzá beta az elférést kérni. De egyébként így megnéztem, és annyit láttam belőle, hogy fú, olyan mint... Hát olyan, mintha játszanék a vagy a Super People, vagy a Ring of Elysiummal, csak Outriders-es Destiny-s környezetben. És úgy voltam, hogy kell a fenének. Ez, hogy nem látok benne semmi fantáziát per pillanat. Nicike, nagyon jó ajánlás, nagyon jó ajánlás, szerintem az volt a második game, amit így megnéztünk a Vampire Survivors után, azzal kezdődött így a Vampire Survivors-szerű játékok nézegetése, a Beautiful Mystic Survival-el, a 18 pluszos verzióját, a Sexy Mystic-et nem néztük meg, de ja, vágom csak... Mindig kimegy a fejemből, hogy megnézzem, hogy milyen új kontent jött hozzá. Mit akar úgy csinálni? Farmolni. Farmolunk. Úgyhogy ja, azt majd akarom nyomni. Mert a júniusban néztünk rá utoljára. Úgyhogy köszi, hogy szóltál.
Ez a Scarabeus hogy, hogy nem tudott minket megtámadni? Ígértem egyébként nektek, hogy összeszedem playlistbe, hogy milyen Vampire Survivor-szerű játékokat mutattam el nektek. És akkor onnan majd lehet sem megézni. Napokban jött ki az Early Access? Na hát akkor meg pláne érdemes lenne rá kukkantani. Meg a Soulstone Survivors is bővült, meg lassan megjelenik valamilyen verzióban. Hihetetlen egyébként, hogy felborul a bölény, és még kapom belőle a damot. Június-júliusban kb. Csak ilyen játékok voltak. Istok. Na meg az AC. Nehezen lehetett azt mondani nekem, hogy ne ilyenekkel nyomjam. Rosszabb volt a helyzet, mint most, amikor bármi van, előveszem a brotétót. Tudom, már reggel 6-kor overwatchozott? Persze, gyakorol. E-sport csapat. Kiteszi a szűrét. Mi van a kutyával? Kutya! Kutyával szintet lép a kapcsolatunk mindjárt. Izé, nem kapott kaját a kutyus trájjal, az volt a gondja. De már rendbe hoztuk. Hopper nugáta. Ott meg egy enemy van, de hogy milyen? Scarabeus volt. Nem csinálták meg, hogy látszódjon az árnyéka. Jó van, amúgy menjünk vissza. A rezidensek meg alvók vannak most. Tehát most van 6 óra. Igazából elmegyünk melózni. Százhuszonötér olyan szíves. Beszélünk derékkal. Na, a polgármester négy sztori, ezt le kell fotózzuk. Tehát, Kent és vasárnap között, 9 és 5 óra között valami van a polgival. Ezt lefotózzuk. Aztán, hétfő és vasárnap, 10 és 5 között a Opálhártal van valami, azt is lefotózzuk. Runehearth-nak a sztoria hétfő és vasárnap 10 és 6 között folytatódik, és Márta sztoria pedig kedd és vasárnap. Oké, okay, tehát 4 sztori az, ami így folytatódik, csak jó helyre kell mennünk. Igen.
Igen, Mártával már fullos jelenleg. Opál Hárta is fullos, hogyha jól emlékszem. Igen, tehát pont ők beszélgetnek itt. Jornál is hamarosan haladunk. Azt mondja, hogy beszélünk a titkárral is, a Xiaoval. Aztán itt van Nova is. Nagyon jó. Mit lehetne még csinálni? Ja, nem tudunk az épületből kiteleportálni. Meg kéne keresni a többieket. Például hol van Ru? Kutya? Mutasd nekem Ru-t. Hát itt a Polgi. Polgival is maxos, nem? Aha. Így van, az apossal jobba kell lenni. Na de jó, itt van még valaki. Ahol mondjuk Oliviával is beszéltünk. Hát de a kutya ott át tud menni, én meg nem. Ez furcsalás. Hú-hú-hú-hú. Hoppá! Mit csinál itt Ró? Jövök, kis gizsgugya, jövök. Na, hát a két románcolató csajszit már is itt megküzdjük. Hoppá! Hoppá! Na most az jön, srácok, hogy meg kell nézni, hogy... hogyan lehet tovább fűzni őket. Tehát, nem mutat többet. A szomorú. Hát akkor megyünk aludni. Oszmán. Nagyon örülök, hogy itt vagy, mert legalább veled is fejlődhet akkor a kapcsolat. Milyen pizzád lesz Istok? Cianhan Deathshot GG. Na, a csütörtök, a csütörtöki napon kiadhatnánk a melót, de megint nem kell senkit se gyógyítani, úgyhogy ez extra szívás. Ez extra szívás. Melózzunk. Kéne. Kéne melózni. Azon a mexikói valami beteg dolgok vannak, nem is tag. A mexikói pizzán. Ad valami csékukorica békén. Aha. Igen, igen. Amúgy, ahogy látom, a bölény nem egyszerűt, hanem többször. Nekem az ugrott eszembe, mert az ugrott eszembe, az jutott eszembe, hogy én ilyen izé olajos halat ettem már rég. Nekem ma az jött meg a kedvem a hétem. De még nem ettem. Double kill! A reklám nem jó ez a csatni. Reklám. Ja, látom.
Úgy van, hogy fél óránként van a reklám, hogy akik betoppannak a streamre bármikor, azok ne kapjanak reklámot. De sajnos fél óránként kötelező a Twitchnek. Hát olyat lehetne csinálni, hogy nincsenek reklámok, de bármi van, frissíted vagy bezárod, akkor meg az arcodba nyom. Egy jó kis... Mit hallgass a Spotify-on szakítás után? Ja, az a paradicsomos, halak is jófélék. Mi a helyzetedem? Aha, tehát ő távolra nem tud elmenni. Kutyasimi? Csak kutyával hogy lépünk kapcsolatot? Hoppá! Kutyákkal suttogó! Hoppá! És ez mit tud? Mit tud ez az achievement? Kutyákkal suttogó, level 1 a kutyával. Okay. Ez egy hatalmas fa, úgyhogy szét kell csapni. Jaj, elfelejtettem elmenni. Gyere! Kész. Fa is meglett, meg a bölény is. Na, akkor most már csinálhatunk dolgokat. Dolgok például, hogy... megkeressük a csajokat. Na nézzük, csajkeresés. Kivel kezdjük? Nova Olivia, mármint hogy nem, Mayer ugye, persze. Runehart Márta sztori. Eljövök ide, és akkor megnézzük a táblát még egyszer, mert én Rót szeretném nyomni, mármint hogy azt a szálat. Aha, látjátok, már bővült. Ott van Leano és Ró. Lefotóztuk. Can you please visit me? Let's talk about my latest plans for plans. Lehet. Ez ilyen freudi elszólás volt, Just Rhymes. Ugye? Tehát lefele. Oda néz. Szeretnéd, hogyha kipróbálnám a kukiaidat? Csak gyerünk, vegyél el, amennyit szeretnél. Kóstoljuk csak meg. Azt mondta, hogy nagyon finom. Szóval akkor milyen volt? Erről most pont az a jelenet jut eszembe, amikor... hát... Ne... Éovin, azt hiszem Éovinnak hívják a két toronyba a rohíros csajszit, aki a királynak az unokatesója vagy ki, és megkínálja Aragornt a kajájával. És Dean is pontosan úgy reagál, hát ez fantasztikus volt, Márta, te nagyszerű szakács vagy. Spritz, azt mondja. Nagyon jó az illata. Mármint azt mondta, nagyon szagos a kajád. És egészen egyedi az íze. Jaj, de jó!
Szeretnél még magadnak egy keveskét? Vigyél el magaddal nyugodtan. Persze, persze, megosztom szívesen derékkal. Spritz, spritz, azt mondja. Jaj, mennem kell. Sok sikert a sütieiddel. Így van, ki akarta önteni, pont ki akarta önteni Aragorn, és visszafordul a Chaisi. Szegény Aragorn. Ott egy kicsit sajnáltam. Na, mindjárt jövök én. Figyelj csak, Sotiris, nem kérsz a kukimból? Jaj, jaj. Persze, megkóstoljuk. Persze. Na, mit mond Sotiris? Sotirisnak ízleni fog? Azt mondja is, hogy... Mi a probléma? Azt kérdezi Márta. Valami rossz... esetleg nem finom a kuki? Ő is megkóstolja. Nyom. Na, mit mond Márta? Azt mondja Márta, hogy... igazad van, az íze vicces. Oké, hát igen, így is lehet mondani valamire azt, hogy szar. Véletlenül hagymát adott, mi az a ginger? Az a gyömbér? Vagy mi ez? Ginger. Hol az egerem? Ginger. Így van. Gyömbér helyett hagymát rakott a sütibe. Azt mondja, hogy én ostoba, sajnálom. De legalább ízlet a, nem is tudom, Dereknek, vagy kinek, annak a másik csávónak. Köszönöm szépen, hogy őszinte voltál velem, Sotiris. Már tudom, mit kell mondani, ha valaki rosszul főz. Elég vicces az íze ennek a kajának. Örült, hogy volt bennem kurázsi, hogy elmondjam a véleményemet. Ez jó event volt. Ha csinálok még több sütit, azokat is megkóstolod nekem? Persze. Jaj, de jó! Mondta Márta. Nem fogok megrémülni. Szívesen megeszem a fokhagymás sütijeidet. Megígéri, hogy jobb lesz. Megígérte nekünk, hogy jobb lesz, és hogyha valaki megígéri, akkor biztos úgy lesz. Elképzelte egy este család otthon. Szívem, olyan vicces volt az íze a vacsinak. A gyere, kutya. Gyere, kutya. Kutya. Ja, hát nem kell gyere, mert tudom, hogy merre kell menni. Na, elvileg itt az eventünk. Rúval valahol itt az eventünk. Így van. Szia, Rú, hello, Rú, hello. Hello, uh-huh. Persze, nézzük meg azokat a virágokat. Uh-huh. Hoppácska, hello! Sokkal jobb a... Mi az... Trágya. Nem, trágya? Mi ez? A talaj. Így van, a termőföld színe sokkal jobb most már. Ő piros virágokat szeretne a köcsökben. Nem köcsög. A tárolóba, vagy mi az? A vázába. Nem tudom, hogy lehet ezeket mondani, sose foglalkoztam ilyennel.
Jó, persze, plántáljuk a magvakat bele. Bizony. Ágyás? Nem tudom, mi az, amit így megemelnek, és ilyen dobozba van. Mert az együtt dugványozás. Ajaj, 18 pluszos jelenet. Elszórtuk a magvainkat. Micsoda, nincsen piros virágod? Kaspó. Lehet, hogy az a nagy is kaspó. Elvetem a magvaimat az ágyásodba. De nincsenek piros magvak. Hát ez szerencsétlen szituáció. Az a helyzet, hogy lükék nem éppen a virágokra vannak specializálódva, úgyhogy ritkán van. De nagyon szeretne piros virágokat, és látni szeretné, ahogy kidőnek azok. Jó? Miért nem kéred meg Sotiriszt, hogy segítsen neked a vadonban? Biztos, hogy szívesen tenné, nem igaz? Persze, persze. Virágmagvak a vadonba? Lennél olyan kedves, hogy keresnél nekem a mezőn? Valóban? Kérek majd... Hozz nekem magvakat. Hát hogy a fenében el? Hát rögtön. Tehát, hogy megyünk is. Azt mondja. Hova kell menni? Hova kell menni? Magvak, meg kell. Tehát azt mondja a játék, hogy majd ott, a következő területen, ok. Srácok, sajnos tudom, hogy most mindenki lelkes lett, hogy itt folytatjuk ezt a questet, de az egyszer, hogy nem tudjuk, mert kell 3000 pénz. Hogy át tudjunk menni oda. Na nézzük. Nagykeblű, folyton ugráló kislányok, ez mi ez a játék? Mercy. Nem a Mercy kell nekünk, hanem a Laura. Azt hittétek, hogy lesz valami akció? Hát én is azt hittem, hogy lesz itt valami akció. Mármint, hogy olyan szempontból akció, még mielőtt bárki félreérte a dolgot. Ott vannak a kapcsolatszintek. Ott egy kis zöld fejecske. És az a feladat, hogy mindenki a legfejlettebb fejecskével rendelkezzen. És Rúval ott tartunk, hogy maxos a zöld, tehát neki már a következő jönne. Ami nem tudom, hogy a végülése, de azt jó lenne megcsinálni. Még a macskával is van kapcsolatunk, bizony. Macskával viszont nem lehet flörtölni. Szerintem így van, a macska nem flörtölésre kész állat. Na, tehát a rúsat most megcsináltuk, és azt mondja, hogy Prime Rose Sail, leánó, tehát ki kell menni a partra. Ja, értem, Jess Rams. Elvileg itt lesz az eventünk. Viktornak adunk egy csomagot. Aztán. Na, és itt lesz a kalóz csajszival az event. Így van, pontosan azért jöttem ide, hogy halászak. Amúgy azzal keresett minket föl Leánó, miután elérte ezt a pontot a kapcsolatunk, hogy mit szólnál egy kis fishing sessionhöz. Lehet elírta. Szóval... nem akarunk halat vásárolni, mert a fishing session. Persze, mert a fishing... Mehet. Így van, sose lehet tudni, hogy ki az, aki bekapja.
a halak közül. Ő sok időt tölt a horgászással. Jó. És egy nagyszerű sport szerintem. Jó. Szeretné bejárni a világot. Nem akarunk vele kalandozni egy kicsit. Úristen. Azt kérdezi a csajsz, hogy nem akarom őt lenyűgözni a horgászos képességeimmel. Vagy nem kiköpted a kaját? és hogyha megmutatom, hogy hogy csinálom, akkor mesél nekünk mesét, vagy kettőt. Persze. Na, bakker, és most tényleg horgásznunk kell. Jó, szóval ezzel is megvagyunk. Ezt bármikor tudjuk csinálni, ezt a horgászást. Feláborítóan szexuális játék. Igen. Túl sok itt a perverz utalás, utalgatást. Igen, a kukizás volt, a horgászat volt, a virágozás volt. Mi az, ami még jöhetne? Igen. Runehart azt mondja, hogy ő most nagyon el van foglalva, intense training sessionje van az anyjával. És azt reméli, hogy ezt most mindenki megérti. Meg kell nézni. Milyen training session nyomatnak. Runehart és Oppenheart training sessionje. Itt csinálják? Itt van. Ez az. Nagyon morcos az anyuka. Ciao, mit akarsz? Mondtam már sokszor, hogy nem csinálnak ilyen dolgokat. Egy Ciao-s viccelős emotot nyomott. Sajnálom, csak a dolgomat teszem. Ne legyél morcos rám. Te egy legendás kovács vagy. Igen. Nem mindenki méltó az én munkásságomra, azt mondja Oppenheart. Értelmetlen kéréseitek vannak. Tehát egy minőségi kés egy nemes hölgynek. Azt se tudja, hogy hogyan kell hordani. Vagy viselni, ha jól értettem. Nem tudom most. Mit csinál? Azt mondja, hogy elvállal egyet, de a többit azt vissza kell utasítania. És emlékezzen, hogy nem akar még több ilyen felkérést teljesíteni. És azt mondja Xiao, hogy persze, feljegyezte, több ilyen nem fog megtörténni. De az a helyzet, hogy ez valami más event volt, srácok, mert itt nincsen training session. Ez átverés volt. Akarsz valamit, Sotiris? Kérdezi az anyuka. Ővel. Csak körbenézni, hát akkor csináld. Na. Ez most kinek a mie volt? Azt mondja nekünk a játék, hogy derítsük ki, hogy mit akar Xiao.
Na tessék, itt a másik event. Ezt akartuk. Ez az Intense Training Session. Hé, hey, te vagy az. Mármint, hogy igen. Éppen elfoglaltak. Jó. Szóval csak tegyük le. A pont. Nem jól csinálod, azt mondja az anyuka. Jobban meg kell dolgoznod azt a pengét. Nem hallod, amit mondok? Morcos arc. Ki kell javítanod először a hibáidat? Morcos arc. Nem így kell csinálni, figyelj csak! Elég volt! Elég volt ebből. Már nem bírok el többet. Hé, ne kiabálj velem, mondta az anyuka. Nem tudnád befejezni ezt? Csak tanítalak téged, Drónhárt, mondja az anyuka. Takarodj már! Vagy mi? Kopj már le, azt mondta a lánya. Úristen, ilyet mondott. Ezt most nem értettem annyira. Szerintem azt mondta, hogy tarts szünetet, hagyja minden igaz. Nem tanultál semmit egész idő alatt, tőlem egész idő alatt, teljesen csalódott vagyok. Ezt mondta az anyuka. Eltörte a kardot? Ja, aha. Eltörte, amit kovácsolt, aha. Legyen vége ennek a training sessionnek. Szegény anyuka csalódott. De hát valószínűleg már nem jól tanítottam. Nagyon nehéz neki csak itt állni és tartani a száját, mondja Runhardt. Sokkal jobban kéne kontrollálni a magát. Úristen, felkapcsolt a lámpa a fejében. Ezt helyre akarja hozni, és bizonyítani akar arra, hogy sikeres utódja legyen. Hol az egerem? Ez azt jelenti, nem? Így van. De akkor most dolgozhat a te késedem. Jaj. Azt mondja, igen, keresünk neki alapanyagokat. Jó. És sajnálja, hogy belerángatott minket ebbe a helyzetbe. Razorfin, akármi. Jó. És ezt hol kell csinálni? Tippelek valahol itt kell. Nem. Akkor hol? Ott kell. Tessék. De hát azt meg ott lent kell csinálni. Jó. Akkor srácok. Vannak még feladatok, tehát megnéztük a Runhártosat, megnéztük az Opálhártosat, van még a Polg is. Azt mondja, minden, amit kértünk tőle, megérkezett a Ranger Posthoz. De akkor most a Rangerökhöz menjünk, szerintetek? Nézzük meg először a Rangeréket, és hogyha nem oda kell menni, akkor még mindig visszamehetünk a Polgihoz. Aha, ide kellett jönni. Megvan-em, tehát hogy beszerezette minden cuccot, ami a fürdőházhoz kell. Kifogytak az üzemanyagból. Mármint, hogy ki fognak fogyni az üzemanyagból, hogyha jól értettem. Bubble sajnálja, hogy megvárokoztatta őket. Novának jött valami, ha minden igaz. Szomorú Nova. 10-et rendeltem, de ez csak a fele. Sajnálja. Gyakorlatilag. Megpróbál a jövő héten többet beszerezni abból, ami kellett a Novának.
Úgy néz ki, ezzel nem vagy egyedül, Olivia. Szomorú arc, már majdnem sírós arc. Hogyha vásárolnom kell még a várostól, akkor búcsút mondhat a profitjának. Ja. Na és mivel tudunk mi segíteni, hogy itt nincs elég cucc. Mibe tudunk mi segíteni? Milyen küldit kapunk? Tough job. Aha. Nem hatékony a felszerelésük a rangeröknek. Jó, el kell menni a rendőrségre. Ez egy csütörtöki nap, srácok. Mármint, hogy a játékban is csütörtök meg, van, meg a valóságban is, de hogy most így a játékban a csütörtöki nap az ilyen mindenfele megyünk, eventezünk nap lesz. Mert ugye már kifárasztottuk magunkat, és nem tudunk a fürdőházba feltöltődni. Zekével 1000 éve találkoztunk. Meg is lehet kéne adni egy ajándékot. Ja, azt olvastam, hogy ez most valami nagyon különleges, nagyon durva Lego set Zodiac. De nem olvastam el, hogy miben a legdurvább Lego set most. Azon kívül, hogy új, meg nagy. Az eddigi legnagyobb Iron Man páncél. Ja. Azt kérdezi a polgitól Osman, hogy megkérje a rangereket, hogy dolgozzanak-e keményebben. Valami hasonlón agyalt a polgi. Sotiris, mit tehetünk érted? Be tudod linkelni egyébként az Zodiac azt az Iron Man páncélt, mert csak így futólag láttam a hírt. A gyenge felszerelés az egyik oka, hogy a rangerek nem tudnak annyi mindent beszerezni. Úgyhogy jobb felszerelés kell nekük, és a közösségnek ez lesz most a legfőbb prioritása, hogy jobb felszerelései legyenek a rangeröknek. Mikor adtak nekik utoljára felszerelést? Már nem is emlékszik. Hát évekkel ezelőtt. Úristen, morcos fej a polginál. Látogassátok meg Ruhártot, és kérjetek új felszerelést rögtön. Rögvest. Fogyatkozóban vannak az alapanyagaik, úgyhogy ami ahhoz kell, hogy új felszerelést csináljanak, tehát nekünk el kell menni. Persze, Sotiris szívesen elmegy, hogy alapanyag legyen alapanyag az új felszerelésekhez. Na nézzük. A? Bocsánat, srácok. Ez a Twitter bejegyzés volt a Hulkbusterről. Hát nekem ebből a vasember páncélból a kis minifigura tetszik. 40 000 darabos. Amúgy nekem annyira nem tetszik. 76 000 darabos. Szemánsz, te valamit nagyon elnéztél. Az a kódja, tehát az ID-ja a szetnek. 76 000 darabos, az eltarthat pár hétig, hogyha napi 16 órába csinálják. Na, le kell szállítani a cuccokat, mert hogy mindent összeszedtünk. De kinek? Kinek kell leszállítani? Tough job. A polginak kell leszállítani. Polgi pedig... Igen, 4000 darabos.
Oszmánnal nem dumáltunk még. Szépen haladunk, skacok. Itt is egy event, Xiaos event. Volt valami LEGO kiállítás? Na, milyen LEGO kiállítás? Nem hallottam róla. Persze ez nem jelent semmit, csak... Csak én még nem hallottam erről. Micsoda, tökéletes időzítés, mondja Xiao. Egy fontos kérése lenne. Opel Hearts, alapanyagokat kért. Szuper. És ő nem fog megkérni, tehát nem fog kérni. Szóval... Szóval nekünk kéne megcsinálni az ő feladatát? Ezzel hogy állunk? Igazából, ahogy látom, ez is megvan. Art of the Brick. Oh. Budapesti LEGO kiállítás. Mi a manó? Szeptember 20. A nyitás. És ez meddig tart, srácok? Ez menő amúgy. Biztos menő lehet. Hívtalak titeket, így a LEGO kiállítás, de Adria azt mondta, hogy nem olyan jó. Ja, értem. Szóval most le kéne szállítani a ezt is, Opel Heartnak, ez pedig a Polginak. Látjátok, milyen jó, hogy szedem folyamatosan a nyersanyagokat? A Polgi eventje az... Az most mi van? A Polgi eventje úgy néz ki, hogy nem lett triggerelve. Vagy most ezzel fog triggerelődni? Jó kérdés, mi? Ezt egy héten belül, ezt mind egy héten belül kell megcsinálni, azt kérdezi Rohárt. Hát ez nem lesz olcsó. Ja, ez a Rangeröknek a küldje, akkor ez lehet a Polgié is egyben. Bármibe kerül, ki fogjuk fizetni. Ez jó lesz mindenkinek a városban. Még neked is jó lesz. Jó. Azt mondta, hogy szívecske. Belekerül pár napba. És oda fogja adni a Rangeröknek. Köszi, köszi Zodiac, neked is, meg neked is Szemenz. És a Polgi örült, hogy segítettünk neki. Nélkülünk ez nem jöhetett volna létre. Tough job! Na mit kapunk ért? Ja, ez volt a Polginak a küldje, úgy néz ki. Na. És akkor, mivel itt vagyunk, még ezt is meg tudjuk csinálni. Ja, ez meg pont az ő küldje lesz. Silver, Nugget és Leander. Le kell szállítani a Xiaonak ezt a cuccot. Azt kéri Runhártól. Opel Heart. Ez volt az az egy dolog, amit elvállalt. Ez a kérés egy fiatal lánytól jött. Az apjának szeretett volna egy sisakot, hogy munka közben biztonságban legyen rangerként. Ezért lett ő kovács, hogy tudjon segíteni az embereknek, ilyenekben például, hogy hasznos legyen és segítő az, amit ő összehoz.
mindig az ösztöneit akarja követni. Egy kicsit szentimentális. Elfelejtettél valamit? Azt kérdezi. Na mit? Ott a rózsák. Ott vannak ilyen rózsákok. Miért vannak ott rózsákok? Ez a kicsi lány kedvenc virágai. Ezek a kicsi lány kedvenc virágai. És ezzel díszítette a sisakot az apjának. Wow. Ez elég menő küldi volt, basszus. Szó mi szó. Jó. Van horgászós feladatunk. Hogy állunk itt? Rúnak és Rúnhártnak a küldélyet nem tudjuk sajnos tovább tolni. Perpil. Jó, hát akkor menjünk horgászni, skacok. Csináljuk a pénzt. Na mehetsz. Én már nem is emlékszem, hogy honnan lehet csalit szerezni. Szerintem a parton kell, a partra kell majd menni. Új rekord, Szardínia. És kaptunk egy fehér húsit. Menni lehet a hajón? Ó, oh, köszi Pierpo Ágyikó. Ajaj. Hol tartasz ebbe a játékba? Ó, egy kicsit óra volt a hang. Fárasztjuk. Oké, ő is megvan. Húsz fehér húsi kell a kalóz kis sajnak. Szuper. 300 pénz kellene. Srácok, 260 pénz kellene. Sivat a kinyitása, az gyűjtöm a fát és a követ. Sok volt a munka, nem játszottam egy másfél hete és így elmaradtam. Aha. Nem tudom, hogy a sivatag az nekem most elérhető-e. Már ott jártam a bejáratánál. De ahogy látom, a havas rész kell majd nekem. Szevasz, Jazzby! Újabb cuki pixel játék a gyűjteményemben? Na, örülök egyébként, hogyha tetszik neked is. Jó cucc amúgy. Összer a havas jön, oda a harmadik becskát. Szerencsére az már megvan, aha. Van-e switchre? Szerintem még nincs switchre. Na hát most ugye kifogytunk, tehát el kell mennünk ide. És akkor veszünk csalit.
Mi? Csoda? Van switch rá? Imi. Ez meglepett. Hát akkor így még több ember le fog rá csapni. Szevasz, gyapja. Zárva? Igen, 6-6-kor zár. Mit tudunk csinálni? Zaklatunk másokat. Van switch, szeptemberben jelent meg oda is. Oh, köszi az infót, srácok, én erről lemaradtam. Végül is Olivia. Lehetne menni dolgozni. Még el tudunk menni dolgozni is. Mártával spanolunk. Nagyon jó. Szeretem már ezeket az emberekkel kapcsolatos eventeket csinálni. Még Stardew-ban is. Sőt, ott igazán. Igen, sajnos Lánóval beszélhetünk, de most nem fog fejlődni a kapcsolatunk. Bolgival viszont igen, csak vele meg már beszéltünk ma. Jó, akkor kimegyünk, srácok, és még melózunk, mert az szerencsére nem kerül staminába. Dumálunk még velük. Na tessék, Xiaoval is fejlődött a kapcsolat. Derekkel? Derekkel nem. Na. Hát a speedrun. Hát ez majdnem 19 másodperc lett. Jó. És most már tényleg nem tudunk több mindent csinálni. Úgyhogy lebekkelünk, és bízom abba, hogy holnapra már jön egy beteg. Léci, péntekre valami beteget. Hála Istennek valaki lebetegedett, srácunk. A begyúja bevent, és itt van Viktor. Viktor fél a kutyusunktól. Mi ez az enyém? A kutyád talált valamit, amit nem kéne, hogy... Amit nem kéne találnia. Csont kollekciója van a Viktornak. Amit elrejtett egy ládában a föld alatt, ha jól értem. Elrejtette, hogy senki se találja meg. Mert bizony, hogy senki se találja meg. De nézd csak, mit talált. Hát kiásta. Nem gondolta, hogy lesz más is itt a... falvacskába, aki áskálódni fog. Hoppá, a kutyánk megtanulta az ásást, és ezt ugye azért tanulta meg, mert fejlődött a kapcsolatunk. Hoppá. Hát kutya, te nagyon jó lettél. Miket nem tudsz? Úgy néz ki, hogy most már bármit csinálunk a kutyussal, nem fog fejlődni a kapcsolatunk?
most nem akar fejlődni. Lehet, hogy majd később fog. Fura a nyaka, a bal szemem. Na nézzük. Nyak. Le, föl. Föl, balra. Le, jobbra. Na nézzük, mi a gondja a nyakának, mi kell rá. Popping aid. Na nézz. Ezek már csak ráadás, amit csinálunk itt. Kiderítettük, hogy Twirl Solution, meg Popping Aid, ez kell neki. Hát ezek tényleg új cuccok, ilyeneket még nem csináltunk, nem rémlik a neve. Popping Aid. Húha. Hát ez keményen húha. Most én nem is látom, hogy itt milyen manót kéne csinálnunk. Egy olyat látok, hogy ilyen jöhet. Egy ilyen is jöhet. És jöhet még egy ilyen is, és akkor egy barna a végére. Jó, azt hittem, hogy nehezebb lesz. És ezt még 5 hozzávalóból csináltuk meg. Na és akkor van még egy olyan, hogy Twirl Solution. Hát ez nem rémlik egyáltalán. Esetleg egy ilyen. Tudom, rá kellett volna már jönnöm, de kérdés, az mindegy, hogy ezeket a puzzle-eket hogyan oldod meg, a lényeg, hogy meg legyen oldva, mindegy, hogy hogyan oldom meg. Ott van, hogy ott abba az irányba. Ilyen pöttyök vannak, ott van, hogy mennyi összetevő lehet benne, jelenleg 6 összetevős lehet egy főzet, ez azon múlik, hogy mekkora az üstünk, ezt lehet fejleszteni, az alap az 5, nekem már ez fejlesztett, szóval már 6 összevalót lehet hozzárakni. Ott mutatja, hogy milyen összevalókból lehet dolgozni, van tüzes, vizes, zöld, meg barna, és vannak olyan receptek, amiknél nem lehet mindegyikből dolgozni. És itt vannak a minták, ezekből kell gazdálkodnunk, ezekből kell ezt összerakni. Ja, több megoldás is van persze. Egy problémára. Hát ez mondjuk drága. Drága egy olyat elhasználni. Mondjuk az sem olcsó. Jó, akkor ezt máshogy csináljuk meg. Thank you.
Így van. És azt hiszem a barna egyesből van a legtöbb, így van. Tök jó. Ja, és akkor még az ára is befolyásolja a dolgot. Ára? Nem tudom. Én egy potimat se adtam el, szóval nem tudom, hogy ezek mennyibe kerülnek. Te mondod, hogy drága. Ja, hát úgy drága, hogy ritka. Tehát, hogy ugye vannak az összetevőink, és az összetevőink közül vannak olyanok, amik ritkák, és kevés van belőle. És amiből kevés van, azt nem akarom mind elhasználni. Úgyhogy próbálom úgy megoldani, hogy, hogy ne a legritkábbakat használjam el, hanem a legkönnyebben felelhető anyagokból rakjam össze. De hogy ezeknál nekünk nem kerülnek pénzbe, mert hogy ezeket mi már megszereztük. Sikeres kezelés! Összejött egyébként, lebetegedett valaki, épült a bizalmunk és lett pénzünk. Ez azért nagyon király, mert oda tudunk legalább menni. Úgyhogy ez az első. Nagyon jó, Imi. Nagyon jó móka. Na, végre adtak lootot. Mindjárt feloldunk egy újabb területet. Úgyis kellett Switchre egy játék? Nekem most, ami így Switchen nagyon tetszik, ez az új Mario-s game. Mario Rabbids game. Az első játszottál, az már jó volt. Ah. Elképesztő egyébként, hogy mennyire kretén, és mennyire kell hozzá agyalni ugye a körökre osztott ság miatt, hogy nem real time a kombat. Tök jó. Ha, béna medve nem tud elférni. Mario, Mario? Hát, ő mindig is jó volt az best. Azt akartam mondani, hogy itt vannak ilyen pontok, ahol a kutyus tud ásni. És ez egy új alapanyag. Ginger! Ja. Wow! Keratívőzike! Köszi szépen! Köszi szépen, keratívőzike, a 29 hónapot. Bizony, hamarosan jön a 30. Köszi, hogy a Prime-odat még mindig rám használod el. Köszi, köszi. Így van, Lüke csinált új távrajzot a kerékhez. Jó. Ja. Jaj. Minden készen áll. Bízik benne, hogy ez tartósabb lesz, mint a legutóbbi.
de jó érzéseik vannak ezzel kapcsolatban. Szia, Vili! Valamiért odavágoltak a egérbillentyűs irányítások a képernyőre. Értem. Na. És akkor most már tudunk gyors utazni ide. Kérdés egyébként, ez a barna terület, ez a homokos, sivatagos terület az utolsó a játékban ezek szerint? Á, hogy itt meg most vissza lehet menni. Hát ez kár volt megnyomnom. Azt hiszem. Hogy itt jegy arra felé, Vili? Na, nézzük mindjárt ezt a piros magva kellenek rúnak. Na. Igen, a sivatag az útcsó. Köszi, köszi. Orchidea kell amúgy neki. Ó, krumpli! Jézusom, ez miféle ellenfél. Sziasztok, van ez hasonló grindolós, kraftolós, gírelős játék, de olyan, ami end lesz. Jó a kérdés. Én nem vágom. Most így hirtelen nem. A stádió elég end lesz, hogyha modolod. Az számít. Red Orchid Seed. Ja. Akkor ez nem is az, ami kellett neki. Shit, és még el is fáradtunk. Szóval a stádióban brutálisan sok kontent van, hogyha modokat is használsz hozzá. De nem tudom egyébként. Modolás nélkül milyen lehetőségek vannak. Fejlődik Oliviával, meg Cassandrával is a kapcsolat. És akkor... ide visszajövünk. Hát lebombáztak. És ez mit dob? Timber Fruit. És robban. Szolpirisz nagy nő csábász. Bizony. Snowberry. Thank you.
lehet. Vörös magvak kellenek nekünk, srácok. Ott van egy. Golden Shell. Grotto. És itt is lehet pecázni az Advanced Fishing Roddal. Oké, ezt lesz jó tudni, hogy van itt egy ilyen. Shielded Animal. De először le kell törni a shieldjét. Axel. Az amúgy király volt. Ez király volt. Na basszus. Ezt akartam. Na, ide is kell majd valami. Ezt is itt ki kell gyógyítani. Ilyen lila pocsolyával már találkoztunk, kékkel eddig még nem. És itt is ilyen különleges világok lesznek. Szótirisz, mi hozott téged ide? Mi ez? Igen, ez is olyan kemikális akármi, ami volt. Ez is megsebezte a földet. Nem tudja a pontos részleteit. Így van. Ezt már elmondták. Oszmán apja csak tud ezzel kapcsolatban valamit. Oszmán apja is rendőr volt. Teljesen ki kell fárasztanunk most a karaktert, srácok. Ha már itt vagyunk. Rúval majd holnap dumálunk, mert összeszedtük neki, ami kellett. Ezt is begyűjtöttük. Valami sátor. És meg lett egy csomó kavicsunk. Jó. Annyi belefér, hogy spanolunk az emberekkel. Például keressük meg Rút, kutyus. Szerintetek tudjuk fejleszteni a kapcsolatunkat? Kíváncsi vagyok. Nagyon jó. Meghoztuk neki a magvakat. Igen, és azt szeretné, hogy együtt plantáljunk. Nagyon boldog.
nagyon izgatott, hogy végre láthatja, elültetjük a magvakat. Alig várja, hogy lássa, hogy miféle növények kell neki belőlem. Jó, nézzük meg együtt később. Szólni fog, hogyha virágzik majd. Nagyszerű lesz. Oda néz, sárga lett a feje. Itt ki lakik? A fejlesztő itt lakik, srácok. És itt ki lakik? Itt opálhárték laknak. Hát az első karakterem, mivel elértük a sárga boldogsági állapotot. Igen, most pont arról a balesetről beszélünk, ami ott a jeges területen volt. Ki beszélt neked a balesetről? A barátaid a fővárosból? Meg kéne tanulniuk, hogy ne üssék az orrukat más dolgába. Oszmán nem örül annak, hogy a Ranger megosztotta velünk ezt a privát, bizalmas információt. Nyomokat keresünk, hogy megoldjuk a problémát. Azt mondja, hogy tudja, hogy egyszer már megoldottunk egy ilyen problémát, de nem, ez nem jelenti azt, hogy mindent meg tudunk javítani. Olyanok az alkimisták, mint a gyümölcs, vannak jók és vannak rosszak. Ez elképesztő. Micsoda hasonlat. Micsoda hasonlat, srácok. Itt van minden a kis szekrényében ezzel kapcsolatban. Le is locsolta, le is spriccelt őket. De nincs meg a kulcsa. Mondta neki, hogy egyszer majd úgyis jön valaki, aki miatt ki kell nyitni. Igazi filozófiai gondolatok, hát igen. Tiszteli az apja a kívánságát, szóval megengedi neki, hogy kinyissuk ezeket az aktákat. És reméli, hogy nem hoz ezzel rossz döntést. Jó! Igazából nyomunk még egy melót. Isten, srácok, kettőt is elszórtam. Jó, nagyon nubak voltunk most. Nem baj, hát megkaptuk a pénzünket, az a lényeg. Éjfél van, és most már mehetünk aludni. Az alkimistában lehet-e pálinkát főzni? Biztos lehet. Szerinted nem lehet az best? Kitöröljük ezeket a képeket. Ezt is. Jó. Jöhetnek újak, azt mondja, hogy Jorn sztoriát is lehet nyomni. És Xiao sztoriát is. Szuper. Ezeket elmentettem magamnak, hogy ne felejtsem el. Fél egy, úgyhogy még bőven időben vagyunk. Szombat!
sajnos nem lett senki sem beteg most. Mit kéne csinálni? Az új területen mászkálni? Ja, csináljuk azt. Csináljuk azt! És majd el kell látogatnunk a kovácshoz. Nagyon örülök egyébként, hogy sikerült új területre eljutni. Legutóbbi streambe is sikerült az újabb területet feloldani, úgyhogy tök jó. Gyönyörű volt. Jó, hogy tényleg robban. Ó, tényleg még kukacot is kell vennünk. Kíváncsi vagyok, hogy milyen itókákat lehet majd csinálni ezekből az új nyersanyagból, például a snowberryből is. Hát ez súnya volt. Dark Shards. No. Legalább a kutyus nem sérül meg a robbanásba. Na. Fürdőzni fogunk, de először eljövünk ide. Bízom benne, hogy a kovács műhely már nyitva van. Ha nincs, akkor mindjárt nyitva lesz. A Runehearthnak kell majd egy event, ahogy látom. Ez még mindig zár van 10-kor. 10-kor mennyit? Ez a Runehearthnak az eventje lesz? Meg kell javítani a kovácsolós felszereléseiket, hogy még jobb minőségű cuccokat csináljanak. És Forrest kell hozzávalókat kérnie. Mi hamarabb. Azt mondta Forrest neki, hogy nincs ideje erre most. Úgyhogy kell neki egy segítőkész, hogy felgyorsuljanak a dolgok. De hát itt van Sotiris, úgyhogy majd Sotiris segít. Szávasz, Sotiris, kell valami? Ha nem, akkor talán segíthetnél nekünk helyette. Komolyan bele akarod ebbe vonni Sotiriszt? Igen. Jó. Igen, elmondják azt is, hogy, tehát, hogy meg kell javítani a felszerelésüket, még jobb cuccok legyenek. És akkor ezzel tudják majd fejleszteni a felszerelésünket, úgyhogy ez nagyon jól hangzik, már is érdekel a dolog. Gold Nugget kell. Olyat még nem találtunk.
Gold nuggets kell, ennek örülök, srácok. Végre valami hasznos. Itt van egy épület, ami sárgálik ide, nézzük már el. Nagyon várakozunk, srácok. Gondolkodós fejem. Mit keresel? Azt kérdezi Reiner. Megpróbálod kinyitni a régi... rendőrségi... kis szekrényt? Igen, azt kerestem. Ez nem a te tulajdonod, biztos vagyok benne. De már számított ránk, mert Oszmán elmondta, hogy mi a helyzet. És elmondja nekünk, hogy milyen dolgok kellenek ahhoz, hogy kinyitassuk azt a kis szekrényt. Jó, tehát ez is gold nugát kell. Visszajövünk ide, mert nekünk meg kukac is kell. Mikor van nyitva? 10-kor nyit. 2 cica is van, ha minden igaz a játékban, vagy csak egy. Eltkeverem őket. Mi? Szombatonként zárva van. A minden itt, srácok. Elképesztő. Hús, igen, Razorfin, Gold Nugget, Moon Knight, Gold Nugget. Barátkozzunk valakikkel, vagy fürdőzzünk? Jorn Storia. Post Office. Oké, tehát a postára kell mennünk. Hát akkor előtte, ilyen mondjuk belefér? Belefér egy alvás, srácok. Először alvás, fürdőzés. Hát, hogy fürdőzünk először, és akkor utána megyünk a postára. Még egy event. Szia, Olivia. Gyere csak be, Sotiris. Valamire meg akarlak kérni? Azt gondolom, hogy valami... szörnyű... Valami rossz van Kassandrával. Valami baj lehet Kassandrával, így van. Igen, problémái voltak korábban. Megkérdeztem róla, hogy... Megpróbáltam megkérdezni róla, hogy mi az, de ehelyett elkezdett sírni anélkül, hogy elmondta volna, hogy mi van. Vagy hogy miért. Összetűzésbe kerülhetett vajon a férjével? Aggódom értem. De nem kérheti meg Oszmánt. Szóval... nekünk kell megkérdeznünk Oszmántól, hogy mi újság. Megkérdezzük Olivia helyett. Végre sikerült a sivatagba bejutni, hű, mennyit küldözgettek ide-oda. Igen. Város már egyébként a sivatag is. Mert már van olyan küldink, ami ugye oda küld. A szemez. Igen. Igen, tehát hogy már van olyan küldetésünk, ami oda küld. Úgy küldött minket oda, hogy még a hava se volt feloldva. De tök jól haladunk egyébként az emberekkel. Kapcsolatok tök jól fejlődnek. Persze nem mindenkinél. Na és akkor most el kell mennünk a postára.
Nem töltötte fel teljesen a staminámat a fürdőzés. Hoppácska. Post office. Van ilyen, hogy post office? Hát ez a városközpontban van, nem? Mármint, hogy a városházán van a post office. Na nézzük. Ja, Dev, a fejlesztő. Ez miért Jornak a küldi-e vajon? Örül, hogy itt vagyok, mondja a fejlesztő. Nagyon kéne a segítségem. Elvinném a kocsmába ezt a csomagot. Itt van a szomszédban. De hát elviszem. Persze. Számít rám. Ezen múlik a boldogság? Na nem, hogy megcsináljuk. Hoppá. Téged már egyszer meggyógyítottalak, emlékszem rád. Te voltál a legutóbbi páciens. Jorn. Itt volt egy pár perccel ezelőtt, de nem tudják, hogy most hol van. Egy csomagot hoztunk neki? Így van. Nem Devnek kéne szállítani a csomagokat? Ez valami illegális dolog lesz? Lehetséges. Hallott szaftos pletykákat róla. Vannak emberek, akik azt mondják, hogy ő egy ex-gangster, vagy valami hasonló. Még tetoválása is van. Mielőtt még megszokott volna egy börtönből, miután Mumbari bejött. Mielőtt Mumbari bejött volna. Kell még ital? A rendőrök spricceltek. Menniük kell Dereknek meg Deannek. Úgyhogy itt hagytak. Nem Devnek kellett volna leszállítani ezt a csomagot? Ó, azt mondja. Nem emlékszik, hogy ő ezt megrendelte, tehát hogy ő rendelt volna ilyet. Na mindegy. Köszi a segítséget, Sotiris. Hát ez elég kellemetlen volt. Na, Mártával is fejlődik a kapcsolat. Közben a rendőrurak átültek el ide. Nagyszerű. Nagyszerű, fejlődnek a kapcsolatok továbbra is. Helénával is fejlődik. A kutyus kezd éhes lenni. Na nézzük, milyen feladatok vannak még. Oszmán. Kutyus, hol is van Oszmán? A rendőrségen. Milyen meglepő. Szózi Oszmán. Megy valahol máshova, azt mondja. Mármint, hogy menjünk valahova máshova. Sose csatáztak a feleségével, Cassandrával. Rendben van a kapcsolatuk. Sose voltak problémáik.
Ennek a játéknak a mértékegysége a potion per mit? Tetszett, Connor, tetszett. Mindig úgy, tehát mindig Kassandrát mindig jónak látta, hogy nincs semmi gond, ezért nem kérdezett rá, hogy bármiféle, hogy gond van-e. Valami gond lenne Kassandrával? Hogyha valamit észlelnél a feleség, valami rosszat észlelnél a feleségemmel kapcsolatban, akkor kérlek szólj. Ha valami gond lenne. Végre meg vagy Oszmán! Jaj, bocsi, Polgi, tudom, hogy a meetingen kellett volna lennem. Semmi gond. Egyébként is a rendőrségre tartott. Ott van a többi officer is? Ajaj, ott van Kassandra. Szomorú arcot vágott. Pont, pont, pont. Kassandra! Kakassandra, azt mondta. Utána kéne medled, nem? De hát a meeting! Spriccelős emoji. Ne aggódj, az várhat. Kassandrának szüksége van rád. Köszi, Polgi. Szomorú arc. És mármint, hogy ez nem szomorú arc, hanem sírós arc. Figyelj már, én mit keresek itt? Lehet, hogy ezt nekik kéne megbeszélni, nem? Kedvesem, mi történt? Minden oké? Minden oké? Nem, nincs minden oké. Mi a probléma? Sotiris, megnéznéd? Terhes, terhes. Fáj a bal tenyere. Hát ilyen se volt még egyébként. Hogy Evan közben meg kell vizsgálnunk. Mi a gond? Tehát fáj a bal tenyere, terhes. Terhes lesz, tuti. Tuti terhes. Nem baj. Ja, hogy ez mínuszpont lett a miss? Ezt nem tudtam. Levágt egy késsel a bal tenyerét. Na? Spritz, spritz. Mi történt? Igen, ezt a szót már láttam, de most nem ugrít be, hogy mit jelent. Szorongásai vannak a Sandrának. Tényleg ő volt a szorongós. Én azt hittem, hogy az Olivia az. A Sotiris már segített egy főzettel ezen korábban? Spritz, spritz. Nem tudtam erről. Sajnálom, hogy nagyon elfoglalt vagyok a munkámmal. Bárcsak tudtam volna erről korábban. Sírós arc. Nem akartalak ezzel zavarni téged. Minden nap, amikor hazajöttél a munkából, tudtam, hogy kemény napon vagy, kemény napon mentél át, vagy mi. Nehéz napod volt, így van. És tudom, hogy nem akarsz ilyen haszontalan problémákkal foglalkozni, vagy mi. Jelentéktelen problémákkal. Ez nem igaz. Te a kedves feleségem vagy. És ez az én hibám, hogy nem foglalkoztam veled. Úgyhogy, most már többet fogok veled foglalkozni innentől, megígérem. De mi van a kötelességeiddel, meg mindennel? Szerencsére van nekem Derek, meg Dean, aki mindenben segíteni fog.
Köszönöm, kedvesem. Megígérem, hogy nem leszek többé ilyen, és büszke vagyok, hogy az oldalamon tudhatlak, vagy az oldalamon tudhatsz, vagy... és nem tudom eléggé megköszönni a mindent, amiben segítettél, Sotiris. Ez nagyon aranyos volt, ez volt eddig a legaranyosabb küldetés a játékban. És még nincs vége a napnak. Mehetne egy kis melózás. Egy kis kemény melózás. Jó, itt mindent megcsináltunk. Ez itt szerintetek bontható? Való. Gyanús nekem ez a nagy plac, illetve ezeket a fánkat se lehet szerintem kivágni. Aha. Erre egyelőre nem tudunk tovább menni, ez itt a széle mindennek. Premium pelt. Na basszus. Lassú voltam. Na basszus. Azt nem tudom mi ott, az valami bagoly, vagy mi az? Ja, ez egy vakon, srácok! De a vakonnál miért volt magyaró? Na, ez aranynugát? Aha, aranynugát, és az aranyból rengeteg kell. 10 aranynugát legalább. Ó, lett szilver is. Jó, hát kétszer is tudtam adni, erről nem tudtam. Na, azt meg elfelejtettem, hogy robban. Talán jobbra még találunk. Aha. Ajjaj, kutyus. Na jó, a sivatagban majdnem meghaltam. Ez tök király, ez nagyon fog tetszeni. Komolyan? Na város. Szerintem a következő... Streamben már sikerül addig eljutni.
Nagyon jó. Jó, és akkor most lebekkelünk. Hello, hello, sziasztok, hello. Jó. Ocean House. 21 óra. Talán még a kocsmába sikerül elkapni pár arcot. Na, ki, szóval, ja, kíváncsi leszek, hogy milyen a sivatag, mert az a helyzet, hogy ez a havas rész is nagyon tetszik. Mártának adunk egy ilyen ajándékot, megturbózzuk vele a kapcsolatot. Mert én úgy gondolom, hogy a sütés esemény után biztosan, biztosan nagyon jól történtei lesznek. Olgival is dumálunk tovább. Vele felesleges, mert nem változik a kapcsolat. Jornal, igen. Ja, Jorna, már dumáltunk. Hát, ha vannak még lent valakik. Jó, Helénával pedig már dumáltunk. Oké, és 10 óra. Elfogyott az energiánk. És aranyat kell még szereznünk. Lusták vagyunk, úgyhogy teleportálunk. Vasárnap, srácok! Itt hagyjuk abba a játékot. Ugyanis, bőven már sokat játszottunk a játékkal, persze nem eleget, de akarok hagyni időt a délutáni játékra, és szóval a délelőtti program most véget ér. A küldetéseinkben a horgászatot leszámítva már a legtöbb olyan nyersanyagot vár el tőlünk, amivel mi még csak most ebben a streamben találkoztunk, legalábbis a stream vége felé. A Gold Nugáttal az új, a Timber Fruit is új, a Silver Nugátával már korábban is találkoztunk, Moon Knight-ot meg Razorfint egyáltalán nem találtunk. Ezek ahhoz kellenek, hogy ugye a rangerek, hát ez igazából szerintem a fő küldetésünk, ez a Promising Successor, mert ez arról szól, hogy a rangerek felszerelését javítani kell, ami ahhoz kell, hogy a kis közösségnek minden sokkal jobb legyen, hogy jobb felszereléseik legyenek a rangeröknek. Van itt egy ilyen Fortis küldi, ez pedig arról szól, hogy a kovácsok felszerelését javítjuk. A kovácsok felszerelésének javításával lehetnek jobb felszereléseink, úgyhogy engem ez érdekel a legjobban. Kövi streamben 3 Golden Nugátot összeszedünk, és már fejlesztjük is a felszereléseinket. Mi van még itt? Reiner pedig ez a koldos küldi, ez pedig az új területen levő seb begyógyításáról szól. Tehát valószínűleg a másik 5 Golden Nugátot azt erre költjük, és akkor utána jön majd ez a Ranger felszerelés javítás. Van egy küldetésünk Leánóval, ez az ő kapcsolatát, a köztünk levő kapcsolatot fejleszteni, még 11 halat kellene kifognunk, ez 11 csalikám, csak legutóbb zárva volt a horgászbolt, és azért nem vettünk. Így állunk egyébként jelenleg az emberekkel. Cassandra sárga és fullos. Az elképzelhető, hogy Cassandra sárga és fullos. Wow. Na, akkor ez azt jelenti, hogy Cassandrának a sztoriát kimaxoltuk. Valószínűleg ő azért lett sárga és fullos, mert a sárgaságot nála már nem tudtuk maxolni, mert ő nem románcolható. Hát, próbáltam mindenkivel dumálni, de ahogy látjátok, még jó pár embernek van küldje, hát jó pár emberrel kéne beszélni, ajándékot adni, hogy húzzuk a kapcsolatunkat.
Leánóval például ilyet csinálunk, románcolunk, Mártával is húzzuk a kapcsolatot, a kukis sütis esemény is jó volt nála, nekem nagyon tetszett. A polgármesteres az ilyen jó volt, de nem volt kiemelkedő számomra. Az olíviás is jó volt egyébként, az opálhártos meg a rúnhártos is jó. Kíváncsi vagyok, hogy a többieknek milyen sztoriuk lesz még. Hát a Reineresre most így annyira nem is emlékszem. A rús is aranyos volt a virágültetéssel kapcsolatban. Socéria éppen beteg. A Viktoros esemény is menő volt, ő a graveyard keeper. Ő az, aki eltemette egy ládába, majd elásta egy ládába a csontokat. Tehát a ládába tett csontokat, és a ládát elásta a föld alá, amit a kutyusunk megtalált, és így egyébként a kutyusunk elérte jelenleg a max szintjét, és tud ásni néha, hogyha éppen valami olyan helyen vagyunk. Ja, a Jornos esemény is vicces volt, hogy az emberek azt hiszik, hogy ő valami ex-gangster, azért van tetoválása is. Az ekés eseményekre is kíváncsi vagyok, eventekre is kíváncsi vagyok, úgyhogy... Hát srácok, emberekkel bőven lehet még barátkozni a játékban, progress szinten pedig elképesztő mód haladtunk, nagyon sokat haladtunk, nagyon sok story küldést csináltunk. Feloldottuk ezt a havas részt, és a következő pedig ez a sivatagos lesz. A badge-ünk is fejlődött, úgyhogy most már erre a részre nem hiszem, hogy nagyon jönni kell. Kotyvasztani még egyáltalán nem kotyvasztattunk a havas részre, tehát a havas cuccokban még semmit nem sikerült legyártani, mert azóta alig jöttek betegek. Szerintem ez alatt a, hát szerintem 8-9 nap alatt, amit most játszottunk ebben a streamben, kétszer vagy háromszor jött beteg. Ez nagyon kevés. Még több embernek kell megbetegednie, hát tennünk kell valamit, tehát valami betegséget kell terjesztenünk. Ennyit, srácok, a Potion Permitről. Remélem, hogy tetszett nektek. Én élvezem. Folytatjuk. Befejezzük. Szerintem még egy 2-3 alkalom. De ezzel már lehet, hogy sokat mondtam. Lehet, hogy 2 elég.